Állandó őrizetet rendelt el egy bolgár bíróság Severin Krasszimirov számára, akit a televíziós újságírónő Viktória Marinova megerőszakolásával és meggyilkolásával vádolnak. A 30 éves nő holttestére október elején Rusze városában a Dunaparton találtak rá. A testen fellelt DNS minta, illetve a Marinovának a gyanúsított ruszei lakásán talált személyes holmia alapján azonosították a férfit, akit csütörtökön adott ki Németország Bulgáriának. Mellettem halad, de nem tudom, mi történt. Nem vagyok benne biztos, hogy ő jött nekem, vagy én véletlenül neki. Szóltam neki, hogy nézzen a lába elé, és ő valamit válaszolt, én odaütöttem, aztán tovább akartam menni, de megragadta a hajamat. Mondta Krasszimirov, aki saját bevallása szerint alkohol és kábítószer hatása alatt állt a szóváltáskor. Tagadja, hogy meg akarta volna ölni áldozatát, és azt is, hogy megerőszakolta és kirabolta volna. A 21 éves férfi először Romániába szökött, majd Németországban próbált elrejtőzni. Viktória Marinova szülővárosában, Ruszéban dolgozott egy tévécsatornánál, korrupciós ügyek feltárásával foglalkozott.